férfiak 90%-a fél attól a nőtől, akit a színpadon lát, én is félnék. Tehát néha visszanézem, édes Istenem, tehát itt mi történt velem? Én ezt a férfit a világon legjobban szeretem, és nem tehetem meg vele, hogy addig rázom a fenekemet, amíg késő lesz, és ha nem őt kapom páromul, lehet, hogy nem is lett volna baba. Hogyha lesz még egy baba, és az sem elképzelhetetlen, sose gondoltam, hogy ilyet mondok, képzeld el. Piacra, piacos, hát nem egészen piacos szerkóba, hát most miattatok, tehát itt dilemmám volt, hogy most felvegyem a szép ruhát, miattatok ugye azért önnepőbe, vagy pedig a piacos szerkóba. Így indul. Semmi angyalus, jó, mi? Hú, de jó. Szóval piac. Jó, akkor a piacra te sem így. Hogy szoktál piacra járni? Igen, a kisfiam azt mondja, hogy deszkás. Vagy a deszkás ruhát veszel fel? És teljesen igaza van, ugyanis én nagy trottyos katonai bő gatyákba szoktam járni, XXL-es fölsőkbe, és kony, kis konyba. Nos, kis kony, nos, tehát nincs rajtad almaságod. Nem, most itt miattatok egy picit, mert a kamera van, akkor valamit kell, hát a zicser nem lehet kiadni. De most azt nézem, hogy mi van rajtad. Ilyen kis, nagyon laza kis fekete pöttyök. Igen, hát szinte, igen, kis pillangót. Szinte. Te is ezt hogy döntöd el, hogy éppen aznap miben fogadod az újságírókat, vagy bárkit, akinek mondjuk köze van a nyilvánossághoz? Vagy vele, vagy ellene megyek. Tehát vagy adott egy helyzet, és attól függően, hogy mit szeretnék, hogy történjen, vagy kifejeződjön, aláhúzom, vagy ellenemenek a dolgoknak. Na, és ez most mit? Ez most aláhúzós, vagy ellenemenős? Hát figyelj, ez egy picit ünnepélyes. A pöttyök nyilvánvalóan egy kicsit ellenemenősek, mert indokolatlan egy interjúhoz pöttyöket föltenni, de azért végre kiélem azt az énemet is, amikor picikét gyermekibb lehetek, meg nőjesebb. Tehát ezek a pöttyök, meg a szép színek, ezek a nőt is én nem. Úgyhogy végre egy olyan helyzet van, ahol ezt is picit megszerűztek. Köszönjük. És mióta megy nálad ez a fajta arcfestés? Arcfestés ez nem is olyan régi, viszont ez az öltözködés, meg ez a lázadás, meg külső-belső lázadás, ez olyan 13 éves korom óta. Tehát általános iskola után. Aha, és emlékszel, hogy volt-e valami, ami konkrétan kiváltotta, vagy az első szerkó, amire azt mondták a külgyűlőnök, hogy wow. Igen, nekem nagyon nehezen ment ez a női létbe való belecsöppenés a gyerekkorból. Tehát amikor 8. osztályban én még mindig focizni szerettem volna a fiúkkal és nem moziba menni, akkor elém állt azt hiszem 8 osztálytársam, és azt mondták, hogy ez tartalatlan állapot, és válasszak egyet, hogy kibe akarok szerelmes lenni, mert hogy ők mind, és hogy legyen egy. Micsoda helyzet? Igen, és én ott álltam, elkezdtem nagyon nevetni, és mondtam, hogy tiszta hülyék vagytok, és nagyon megijedtem. És mondtam, hogy Jézusom, akkor eljött az a kor, amikor már nem haverok, és nem lehet nyugiban kézilabdázni velünk, meg munkert építeni, hanem most itt kínosan feszengeni kell egy moziba is megfelelni, és furcsa volt nekem az is, hogy amikor felvettem a tolnadresszemet, akkor belecsíptek a fenekembe, vagy fütyültek, tehát így nem ment nekem ez a húspiacra való megérkezés, ráadásul utána ugye gimnáziumban az összes osztálytársnőm miniszoknya, szexi, így úgy, milyen melltartót veszve, nagyon nem találtam a helyemet, és nem voltam hajlandó ezen a piacon árucikként szerepelni. És akkor elkezdted magad eldugni? Igen, egy picit rámentem arra, hogy valami mást vegyenek észre rajtam, ne az elsődleges nemi jelleget. Hogy találjon meg az a lovag, az a királyfi, aki értem szeret, aki haverom. Aki azok mellett, hogy nem én tetszik neki a fenekem, aki tényleg haveron lesz, akivel lehet kézinni, focizni, meg munkert építeni, és nem azon alapján fog dönteni, amit kívülről lát, vagy milyen magas sarkú cipő lesz, és nem akar valami
kategóriába beszorítani, ami szűkös nekem, vagy amiben feszeng. Uh-huh. De mondjuk egy teljes Pásztor Anna szett, mondjuk sminkel, hajjal, de bár azt mondod, hogy a sminkelés az később kezdődött, de mondjuk ezekkel a jelmezszerű dolgokkal, ez komoly kihívás mondjuk egy fiatalembernek, hogy abból kibogozni, vagy kibontani, kiszálazni azt, aki te vagy. Nem? Hát a férfiak félnek is tőlem, tehát a férfiak 90%-a fél attól a nőtől, akit a színpadon lát, én is félnék. Tehát néha visszanézem, édes Istenem, tehát itt mi történt velem? Olyan van, amikor magad is megrökönyödsz magadon? Általában megrökönyödni szoktam, általában büszke vagyok. Szóval, hogy szabadon engedem a démonaimat, és így visszanézve azért néha megrökönyödök, hogy te jó ég, mi lett belőle, de ezek mindig olyan nyers és igaz és őszinte dolgok, hogy inkább attól rettenek meg, hogy mekkora erők uralkodnak mindenkiben, és ha egy picit így a szelepet kinyitja, akkor mik jönnek elő. És büszke is vagyok, de azért néha az úgy gondolom, hogy hát ez azért bárkinek sok lenne. És egyetértek azokkal, akik azt írják, vagy azt kommentelik, vagy azt éreztelik, hogy Pásztor Anna nagyon sok. Igen, ez így van. Van. Jó, de hát érted, hogy nem lennek olyan emberek körülöttünk, akik ennyire sok ként állnak előttünk, akkor nem tudom, tehát hogy szerintem egy valamiféle igazodási pont is ez, nem? Embereknek, hogy így is lehet, de hogy, és hogy én ebből mennyit teszek magamével, vagy mennyi vagyok én ehhez képest. Tehát, hogy felszabadító. Azt mondták, hogy ez végtelenül felszabadító, hogy valaki annyira végletes mer lenni a szemük előtt, és arra pusztítja őket is, hogy csinálják, mert nagyon jó, mert látszik rajtam, hogy a lemérem látszik, hogy élvezem, hogy látszik, hogy mernek ők is kijebb lépni a komfortzónából, és ez szerintem mindenképpen felszabadító, és nem csak a külsőségekben, viselkedésben, megnyilvánulásban, dolgok megélésében. Hát a zenekar pedig úgy szokott erről nyilatkozni, hogy neki kell egy olyan vezír, aki habzó szájjal és indián fejdisszel és agyon festve üvölt a zenekar élén, és töri át a lehetetlen. Milyen hatása van rájuk, mikor látnak téged tollban, hajban, művérben, állatként? Nagyon furcsa, mert mostanában ugye a babák miatt én mindig az utolsó utáni pillanatban esek föl a színpadra, tehát még én szopiztatok, még a mindenkit rendbe rakok, és már csak a színpadon, majdnem a színpadon találkozok velük, tehát másodpercek kérdése, hogy mi átmegyünk-e azon a metamorfózison, ami ahhoz kell, hogy teljes lendülettel tudjunk robbanni, és amikor ezekben az eszement szerkokban meglátnak, akkor belekapaszkodnak abba, hogy itt a vezérünk. Aha. És őrültem, mint bárki, és bármire hajlandó azért, hogy a Titanic órán törje a jéghegyet darabokra. De akkor neked sincs sok időd a szoptatós anyukából felvértezett vezérré válni. Hát, hogy mit tudom én, egy fél óra alatt ezt neked le kell zavarni magadban. Kevesen, ezt úgy gondold el, hogy hát ugye 4 hónapos Zoé baba, és egy irodába szoktunk mindig a koncert előtti utolsó pillanatig ugye táplálkozni, mivel hogy másfél órát azért ki kell bírni a babának is, hogy nehogy sírjon. Tehát mikor kész a sminkem, én fölöltözök, stb., akkor még a babának mindenképpen egy 10-15 perces szopizás jár. Hogy te már teljes harci díszben szoktad? Én teljesen, persze, teljes harci díszben. Szoktassuk a gyereket? Nagyon, tudod, hogy szeretik? Hát figyelj, de neki gyakorlatilag nem a smink a lényeg egyelőre. Ja, pontosan. Érzik, meg hát tudod, amikor nagyba ki van rajzolva a száj, nagyba a szem, az nekik úgy sokkal könnyebben láttatja anyát. Vigyorog. Tehát a nagy is vigyorog, meg a pici is így néz, és kacag. És semmi percem nincs, tehát akkor ott hagyom a kedvesemmel, vagy a kedvesem édesanyjával a babát általában a hordozóba, és akkor nagyon szépen elszundikál, és azonnal, tehát perceim vannak, hogy bekapcsoljam a play gombot, és általában az első számban még maszk van a fejemen, az nekem is nagyon jó, mert belülről hergelem magam. Tehát látom a közönséget, benne vagyok valamiben, és rajtam van ez a smink, ez a jelmez, és ez nekem nagyon-nagyon segít abban, hogy rögtön egy más személyiségem más oldala jöjjön elő. Tehát olyan, mint amikor a harcosok mennek. Igen, és egyszer csak és megtörténik, hogy most akkor állatok vagyunk. Igen, ez egyfajta ijeszgetés is tulajdonképpen, egy kihívás. Igen. De egyébként nem olyan régen ment körbe az interneten egy videó a új-zélandi
aboriginál harcosok. Igen, az az. Ahogy a fiúk az esküvőn, és a végén beálltak a lányok is. És a, tudod, és a szép habos-babos ruhákba ott nyomta mindenki. Igen, és hogy néha így európai füllel szemmel már ijesztő volt, de aztán az ember, amikor nyilván felfogta, hogy mi történik, igen. És hogy ez egy rituálé, ami fontos, tehát hogy valami ennyire primer dolgot hozol te ki magadból, nem? Estére, estéről estére. Mindig könnyen kijött belőled ez a fajta ős lény, hogy így mondjam? Vagy pedig dolgozni kellett? Hála az égnek, ez működik. Nagyon, tehát én elég közeli barátságban vagyok az én primitív énemmel, és ilyen körülmények között, mivel hogy az üzenet az abszolút nyers, tehát a szövegben nyers üzenetek vannak, nyers, tiszta, őszinte, belülről jövő, megélt üzenetek vannak, ehhez hozzáadódik a zenekarom és a zene, amiben a szintén 100%-ig vagy az öcsém által, vagy saját komponálásom által benne vagyok, tehát ez mind annyira az én sejtszintemben való történés, és akkor aláhúzom az aznapi állapotommal, magamra festem a félelmeimet, a boldogságomat, az örömömet, magamra öltöm a ruhába, tehát nagyon önazonos állapotban érkezek meg a színpadra, ahol rögtön egy felfokozott közegbe kerülök a zene és a népek által, főleg most, hogy alig lépek a színpadra, már több ezer ember ült, ez hihetetlen. Hát meg már szinte várják, most már eljutottunk azért arra a szintre, amikor azért volt most már tényleg széles körben nézett tévéműsor, tehát lehet róla tudni, hogy te ez vagy a színpadon, vagy ezt tudsz lenni a színpadon, és nincs az érzésed, hogy most már várja a közönséget, hogy na ma mivel rukkol elő az Anna. De, és én azt megfogadtam, hogyha valaha ez engem zavarni fog, vagy fusztrál, vagy megint úgy érzem, hogy Jézusom, akkor valamit össze kell hozni, és ez már kínos, akkor abban a pillanatban ezt a szabályomat is áthágom, mert nagyon nyomasztanak a szabályok, a megfelelés, kényszer. Ha ebből egy megfelelés lesz az ellenállásból, akkor erre is rátaposok. Tehát a saját szabályokra. Csak apáca ruhában smink nélkül megjelensz, és kész lesznek. Vannak ilyen korszakaim, amikor azt mondom, hogy is, akkor most pusztán csak Anna leszek, vagy nőies, vagy visszafogott. Aztán hirtelen elkap a hív, és látok valamit, és ezt föl kell vennem. Tehát ez egy játék különben, ez egy nagyon érdekes játék, és én szórakoztatom magamat is, meg állítólag a közönséget. De lehet, hogy jövőre lesz egy egészen furcsán, nagyon brutálisan letisztult Anna. Komolyan? Készülsz ilyesmire? Készül belőled kifelé? Igen, még mindig van bennem rengeteg, de most mondjuk ez az Utópia turné, amit csupa ilyen szürreális, groteszk furcsaságról szól, ez lehet, hogy egy időre azért kiüríti az extrémitásomat. Igen, mert még csak második állomás volt, de már úgy érzem, hogy azt a betyár mindenségét, hogy milyen méről és mennyi furcsa dolog jön föl. Mondjuk a körülötted élők ez, hogy szoktak hozzá mondjuk a kedvesen, nyilván a gyerekeid azok pontosan leveszik azt a kettőséget, vagy nem is kettő, sokféleséget, amilyen vagy, mert a gyerekek mindent értenek azonnal. Tényleg. Így születnek, de hogy a körülötted élők, barátok, párod, stb. Mennyire volt ez neki kihívás hozzászokni, vagy megszokni? A nagynénikém, aki teológus és 77 éves, ő azt szokta mondani, az én normális énemre, tehát amikor én lazán öltözködöm, rám néz, és azt mondja, hogy úgy hív, hogy Ancsikám, és én nagyon ős csipkekesztyűben jár, kis masnéval, fantasztikusan néz ki, tehát Mary Poppins úgy néz ki, és gyönyörű, és azt mondja, hogy Ancsikám, örülök, hogy nem vagy hiú. Ez azt jelenti, hogy azért, tehát rettenetesen nézek ki, tehát hogy igen, hogy két élő egy kicsit. Igen, mondjuk egy nagyon kopott mackó felsőbe vagyok, kapucnisba, és amit tudom, párom ezer éve nem használt zsebes gatyájába, meg egy tornacipőbe, és akkor tudom, hogy lehet, hogy egy picikét jobban oda kéne figyelni, de mindegy. Tehát ez az egyik szélsőség. A másik pedig, amikor például új barátaink vannak, akik nagyon arról az oldalról ismernek, hogy a színpad. Nekik mindig 600 kört kell futniuk, amíg megnyugszanak, hogy nem fog törni belőlem valahol az elmerodjanás, amit ők látnak.
Viszont van egy, a civil életemben egy kivételes helyzet, amikor igen, kicsit előjön ez a kapafogú tigris, vagy kartfogú tigris. Kapafogú tigris, kartfogú, igen. Ez a kapa és kartfogú tigris kijön belőlem, ez amikor szórakozunk. Aha. És én már megfigyeltem, nem vagyok egy nagy ivós, és 28 éves koromig egy csepp alkoholt nem fogyasztottam, meg amúgy sem vagyok ilyen ezen a téren önpusztító, tehát a színpad én nagyon ütöm magam a színpad elemekkel, de amúgy nem vagyok egy ilyen agytompítós. Viszont egy jó pár évvel ezelőtt megízleltem a jóféle pálinka hatását. Ajjajjajjaj! És a viszki, meg a pálinka, meg a bor, az nagyon különböző bódulatot okoz. Úgyhogy attól függően, hogy milyen duajkodásban szeretnék részt venni, fogyasztom ugye ezeket a nedüket, már amikor éppen nem vagyok várandós, vagy éppen nem szopiztatok, ami az elmúlt 5 évben ugye nem volt jellemző rá. Tehát az 5 évvel ezelőtti emlékeidet halljuk, amelyek már kicsit megszépültek, de folytasd! Igen, de amikor az én duhaj korszakom, régi szép időkben, és akkor tehát nagyon társadalomkritikus tudok lenni. Aha, na és akkor mesélj az akkori Anna. Tehát mondjuk másfajta társadalomkritikát hoz ki belőled a bor, a viszki, meg a pálinka? A viszki az nagyon kultúrát becsípés, tehát hogyha viszkit iszok, mondjuk sajnos én kólás viszki vagyok, tehát én az igazi csajos oldala, akkor ilyen filozófusra iszom magam, szeretek mindenkit, és megbeszélem a világot velük, leülök, és nagyon boldog vagyok, és pozitív. Na most, hogyha pálinkát iszok, akkor viszont kerítésszaggatóra iszom magamat, amit inkább fesztiválokon szoktam bevetni, mivel ott lehet, ott van rá tér, viszont egyszer Földváron az egyik diszkóban sikerült pálinkát fogyasztanom, és nagyon nehezen viselem a diszkót, meg az diszkó zenét. Uh-huh. És a diszkó társaságot is, meg a viselkedési módon, és hát igen. Azóta sem merek ott oda menni. Föl? Nem, elmentek haverokkal szórakozni, rávettek, hogy menjek oda, és hát addig sikerült nekem meggyőzni magamat arról, hogy én majd jól fogom érezni magamat ott is, ez a pálinka segítségét kértem, hogy ugye valamilyen szinten én fölmásztam a mennyezetre, és valamilyen szinten fölmásztam, és ott az embereket arra buzdítottam, ne csak lent táncoljunk, azt a tetején meg a mennyezet bekapaszkodó, és ez egy álmennyezet volt. Aha. És két nagy kigyúrt ember segítségével mi véletlen letéptük az álmennyezet egészét, ránk esett, de az ilyen karton volt, tehát senkit nem ütött meg, akkor az emberek annyira bevadultak ezen, hogy tehát tetszett neki, hogy asztalokat borogattak minden, és mi kivásztunk, én mondtam a kedvesemnek, hogy ne figyelj, szerintem most kéne lelépni. És kimásztunk az ablakon keresztül. És tudták, hogy ez te vagy? Nem tudom, azóta nem mentem már arra felé. Viszont legalább hepaj volt, tehát ott fesztivál hangulat lett egy diszkóban. Igen, szóval vigyáznom kell ezekkel. És a kedvesed hogy látott meg? Először beöltözve látott, vagy pedig? Nem, hát már nem úgy ismerem. Őt 25 éve ismerem, a gimnáziumban, ő F-es volt, én meg C-s. Ja, bocsi. Tehát akkor ő mindent, hát kvázi, ha nem is minden, de azért sok mindent tud rólad. Ő látott engem, ugye már elsőben én úgy érkeztem, hogy hát én azt hiszem, hogy elsőben nyirattam le a hajamat. És egészen fölborotváltam, és pici, rövid tüsi hajam volt, és zöld. Most ez sokáig nem tartott, mert az igazgatónő behivatott, és mind a kettőnket, mert a barátnőm piros, dettó ugyanez volt, csak pirosba, és akkor kendőt kellett hordani, ami egy picit meg nem nőtt. Aha. És én már akkor első osztályban, gimiben, mondta a nagypapáimnak a lódenkabátjában, meg bakancsába, meg skótszoknyába, ilyesmikbe jártam, akkor még Boy George-os és Cure-os voltam, ennek az átfedése. És ilyen abszolút előttem vagy, abszolút, igen. Zöld hajjal, gitárral, a hátamon, görkorcsájával és béka úszonnyal jöttem, mármint ezeket mind használtam, tehát én úsztam és Jajajaj, azt hittem, hogy csak ilyen kellék kvázi, hogy a mindennapok... A Boy George-os kellék az volt, az ezer jelvény. Jó, okay. Úgyhogy én így elsőbe tulajdonképpen a C osztályban terjesztettem ezt a fajta alternatívságot, és ők hajlamosak voltak rá, tehát még mai napig nagyon jóban vagyok az osztálytársnőimmel, volt egy nagyon közeli hattagú brigád, az Öreg Tyúkok Egyesülete, Öreg Tyúkok Ötje. Igen, és velük még mostanában is nagyon sokszor találkozunk, meg van egy Facebook csoportunk is. Ó, de jó! És velük mindig kitaláltuk ezeket az őrületeket, amit így magunkra ültöttünk, és akkor mehetünk az igazgató irodába.
És így talált meg az amúgy nagyon visszafogott és eladdig csöndes kedvesem, amíg verekedésről nincs szó. Tehát ő egy nagyon-nagyon nagyon könnyen tanuló, nagyon, ő különben építőmérnök, amúgy meg billentyűs zenész. És amíg nincs verekedésről szó, addig csöndben van. Addig csöndben, viszont így tehát neki a szociális érintkezésnek ez az őszinte formája nagyon megy. Az összes többi erőltetett forma, a parolázása, a kézfogása, az udvarias teljesen kihagyja. Tehát képtelen így valakivel leülni egy ilyen hülye beszédben, egy ilyen small talkban. Igen, viszont ha ütni kell, akkor vigyorogva és megy, és az abszolút őszinte. Tehát kobajod nem lehet. Nem, ráadásul tehát kisméretű férfi ahhoz képest, tehát mindenki azt hiszi, hogy ezt nagyon van. A kisméretű férfiak azok egyáltalán nem biztos, hogy kis erővel rendelkeznek. Ez pont így van, és szenvedélyesen verekszik. Úgy verbálisan, mint egóban, mint szóval. Na, de igen. Hogy akkor így találtad, tehát hogy zöld haj felnyírva Boy George, ezer jelvény békauszony, és ő pedig így ismert meg gyakorlatilag. Igen. Tehát akkor már olyan nagyon újat neki ezek a jelmezek, meg ez a nyilvánosannaság, tehát hogy ő... Átlát ezen, se nem rajong érte, se nem fétise, ez a sok minden őrület, viszont látja, hogy ez miért van, és mit mozgat, és ő abszolút egyetért vele, nagyon sokszor segít, sőt még a kedvesem apukája is segít a ruhák összeszer. Tehát, hogyha neki azt mondom, hogy fészerből kéne egy csirke kerítés, mert ott a fejemre szeretnék valami rácsot, akkor azt mondja, hogy hány méter is hozza a fogút, és vágja, és azt mondja, hogy ó, ez most remek, jó lett, egyetért. A kedvesem anyukájának pedig az anyukája varrónő volt, hogy ő abszolút tudja, hogy milyen szép, és volt, hogy egy fétis boltba, Bécsbe, együtt mentünk be egy ilyen halálváró boltjába, és nagyon aranyos volt, mert rajtam... Az anyósod? Az anyósommal, igen, rajtam a baba, és ilyen helyeken nagyon jó dolgokat gyereke lehet kapni. Hát azt lehetem, hogy a halálváró boltja Bécs? Igen, ez ilyen gótikus... Meg fogom látogatni. Igen, gótikus bolt, ahol igazából tényleg úgy néznek ki, mint hogyha nagyon várnának valami végzetesre, de hát mivel a végítélet napján 25 éves volt a bolt, szerintem nem jött ez a vég, tehát késlelteti magát a vég, és ide bementünk ebbe a gót boltba, a kedvesem édesanyjával, ugye neki már ősz haja van, és hát nagymamának néz ki, és akkor itt mindenki így nézett, hogy egy szoptatós anyuka, meg egy nagymama válogat a különböző szegecsekkel kivert dolgokból, és ő választott nekem egy szegecses melltartót. Ráadásul azt mondta, hogy nyilvánvalóan ezt nem rendeltetésszerűen fogod hordani, hanem milyen jó lenne, hogy ebből szem lenne. Ja, hogy már ennyi, ilyen szinten inspirálod akkor a... Abszolút. Úgyhogy ő nagyon jó stylist. Is kihozod ezt a jó stylist. És szem lett belőle? Szem lett belőle, igen. Igen. Kicsit vakon kezdem a koncertet néha, hát mert ez nem is az lehet egyik, átlenni. Igen, ez az egyik ilyen maszk, ami alatt még rendbe szeded magad a szoptatás után. De a kedvesed, ő most apa Amazon, azt mondtad valamelyik interjúban, hogy ő most otthon. Jaj, de megharagudott vele... az Amazon. Igen. Na miért? Mi az, úgy tetszett mi az, hogy Amazon? Mi az, hogy apa Amazon? Ő apa, és nem kell Amazon. Hát ez tipikus az esete, amikor már a nők így női kreditációt adnak a férfiaknak, mint az erő jelképe. Igen. Tehát ez a 21. század, hozzá kell szokni. Tehát itt az Amazonok azt mondják, hogy te is hozzá. És milyen jó, hogy ezt akkor megmondja, hogy figyelj, ne tolt túl annak. Igen, azt mondta, hogy jó, igen, itt most Jó, de szóval, hogy apa, tehát hogy neki ez, hogy mondod, hogy építőmérnök, és aztán valahol olvastam is, de hogy most azért úgy a nagy üzem nem állt meg azzal, hogy megérkezett a Zoé, és még a fiad is egy kicsi, hát még két és fél éves Benzsike, szóval, hogy azért még van velük dolog, sőt, hát most kettővel van egyszerre dolog, és anélkül, most azon gondolkozom, hogy anélkül nagyon nem is tudom, hogy menne neked ez a fajta aktivitás, hogyha ő nem szállt volna ki a mókuskerülőkbe, és mondtam volna azt, hogy akkor most. Sehogy, figyelj, enélkül a család nélkül, akivel én meglettem ajándékozva, hogy én passzív szerkezetet használjak, semmi nem ment volna. De lehet, hogy nem is lett volna, ha nem őt kapom páromul, lehet, hogy nem is lett volna baba. Aha. Nem azért, mert nem akartam, hanem mert addig varjáltam volna, meg abzsoltam volna, zabáltam volna az élet különböző habos tortáit, amíg lehet, hogy kifutok az időből. És most is legfőképpen miatta ültem le magammal 39 évesen, és gondoltam át, hogy tulajdonképpen mit is akarok én, és hogy nem halogattam én semmit, csak nagyon nem csaptam bele a lecsóba. És akkor így átgondoltam, hogy én ezt a férfit a világon a legjobban szeretem, és nem tehetem meg vele, addig rázom a fenekemet, amíg késő lesz, és az általa
legfontosabb principiumnak tartott dolgot, az, hogy családunk legyen, azt abban én nem adok bele apait, anyait. És megnéztem a két Annát, hogy mi lenne baba nélkül az Annával, és mi lenne babával, és hát nyilván fogalmam nem volt, hogy mi lenne babával, de láttam a baba nélküli Annát innét, tudtam 5-10 évre, és ez egy nagyon szomorú és keserű kép volt, és eldöntöttem magamban, hogy bármi is lesz, bármennyire megváltoztatja az életem, akkor, hogyha ezt a fantasztikus dolgot, amit én eddig felépítettem, vagy amiben mozgok, azt fel kell adni, akkor is meg akarom próbálni, és soha nem leszek keserű, hogyha az elmúlik, akkor sem, mert annyi mindent kaptam az élettől, és annyi fantasztikus kalandom volt, hogy készen álltam, ha kell, feladni. Aztán kiderült, hogy nem, hogy feladni nem kellett, hanem többet dolgozok, és több dolog talál meg, mint valaha, úgyhogy semmiféle gátja nincs. Igen, amikor nem utoljára beszélgettünk úgy, mint, tehát, mert hogy összefutottunk már azóta szórakozó helyen, de úgy, mint újságíró és interjú alany, akkor azt mondtad nekem, akkor voltál 9. hónapban a Benjivel, és azt mondtad, hogy félsz. Igen. Mert hogy annyira, te annyira szereted ezt a fajta önző életmódot, ami nektek most van, mint emberpár, és annyira szereted ezt habzsolni, hogy félsz attól, tehát hogy ki is mondtad, beleálltál, hogy igen, ez egy félelmetes dolog, hogy mi lesz. Igen. Hát azóta született gyorsan még egy, úgyhogy gondolom, hogy akkor bejött. A félelmek nem igazolódtak be. Bejött, és a teljes transformáció az a másik babánál következett be, és a megnyugvás. Azért Benji előtt nagyon féltem, szülés előtt 3 hónappal nagyon-nagyon-nagyon féltem, magától a szüléstől is, és az utána levő állapottól. Azért, amikor megszületett a Benji az első fél évben, le voltam sokkolva a változástól. Igen, egy fél évenbe beletelt, amíg egyáltalán elhittem, hogy ez nekem megy. És nem volt félelmetes és rettenetes a felelősségnek a súlya, hogy édes Isten, egy élő lény, egy pici baba, aki bármelyik pillanatban, akivel bármikor bármi történhet, hogy jó vagyok én, jól csinálom, anya vagyok, tudom én ezt, értek én hozzá. És ráadásul láttam a páromat, hogy milyen fantasztikus apa, milyen jól csinálja, és egyfajtában volt bennem ez a hátrányos anya érzett, hogy Jézusom, én ebből a tomboyból, ebből a fiúslányból, erre, fiúslányból, hogy leszek teljes 100%-os kiürlésű anya. Van különbség a két anyaság élményed között? Nagyon nagy. Óriási. Óriási a különbség. Nem tudom, hogy minek köszönhető, és én nagyon kutatom az okát. Ugye mind a két baba császáros lett a végén. Én az elsőnél nagyon szerettem volna császárt, mert hogy fiúhoz állás, mi a túrónak a 21. században rendesen szülni, amikor ki lehet cipzározni, és meggyőztek, hogy mindenképpen meg kell próbálni természetes szülést, és a nem. És ugye Benjik előtt volt egy baba, aki elment nekünk, és én annyira szerettem volna, hogy minden rendben legyen a Benjivel, és tartottam, és vigyáztam, és ugye 9 hónapig az van, hogy csak minden rendben legyen, és tartsam a babát, hogy egyszerűen képtelen voltam bármilyen irányba elengedni. Tehát ott aztán nem tágult semmi. Semmilyen behatásra, a középkori összes kínzóeszköz segítségbe véve, 15 óra hajudás után császár lett a vége, amikor már nagyon veszélyes volt a babára nézve. És másodszorra pedig olyan 6. hónapban voltam, amikor előjött belőlem az ősanya, a hippi ősanya, hogy én mindenképpen természetesen szeretnék szülni. Én áttanulmányoztam ennek az irodalmát, és már a nagyon szép videótár van erről a neten, a természet és a szép és fájdalommentes szüléstől, az orgazmikus szüléstől elkezdve mindenfélét én megnéztem, és nagyon akartam. Tehát rákészültem lélekben, testben, ezoterikus módon, mindenhogyan jogáztam, melegfürdők, dúlákkal beszélgettem, és nagyon úgy is állt a helyzet, hogy szépen minden nyílik, mint a lótuszvirág, és hogy természetesen fogunk szülni. Arra is mentünk azon a nagy utcán, és akkor vissza vagy erre. És sajnos volt egy főorvosváltás, és hirtelen január 1-ével egy másik főorvos volt, és azt mondta, hogy ő nála nem lehet túlhordani a babát. A túlhordás az annyi, hogy 47 plusz két napot engedett, tehát a két hetet se engedte. Ja, hogy csak 2 nappal se engedett? 2 nap, ennyi. És ott találtam magam, hogy se új kórház, se új doki, se semmi, és bele voltam szorítva egy erőltetett helyzetbe. És megint az és volt, mennyi nő van ilyen helyzetben, basszus kulcs? Nagyon,
erről nagyon szeretnék bármilyen fórumon beszélni, ahova engem hívnak, mert ez egy külön téma, és ez nagyon fontos. És megint császár lett a vége, ami az anyaságnak nagyon nagy gátja. Persze, ha megmenti az életeket, akkor jó. De hogyha az ember nem tud természetesen azon a folyamaton keresztül menni, a nagyon nehéz azt a gombot megtalálni, amitől te egyszerre anya leszel. Valahogy azok a hormonok nem szabadulnak föl úgy, mint ahogy kéne. Ami a nagy különbség volt, az az, hogy megkértem a szülésznőt, hogy bármi történik, még a császár lesz a vége, akkor is abban a pillanatban, hogy a baba ugye megszületik, rakják rám, akár csak a fejemre, az arcomra, bármi, ahogyan van. Legyen kontaktus. És ez megtörtént, bár ott ugye hát ez szabályellenes volt, de megtörtént, és csúszpályzosan ott volt rajtam, ott, azonnal abba hagyta a sírást, szagolgattam, majdnem, hogy nyalogattam a pici babát, és azonnal beindult valami. És teljesen más, figyelj, olyan védelmező, olyan anyaságba lubickoló lettem a félelmek helyett, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy két baba van, igen. Aha. És csinálnál valamit másként, most okulva abból, amit ezzel az orvosváltással, meg a kényszerhelyzetbe való hozással... Igen, rengeteg dolgot. Tehát abból az egészből mit? Még kutatnék, keresnék olyan intézmények, nem tudom, hogy mennyire vannak egyáltalán, de olyan intézmények után, ahol pontosan tudom, ahol egy szerződésbe tudom foglalni, hogy mit szeretnék, mit nem szeretnék, ahol tudom, hogy várhatok addig, ameddig én szeretnék, ahol most már vinnék dúlát magammal, mert fontos, hogy a saját hadseregeddel menjél, mert ahányan több ember van ott, az mind a te pártodon van. Tehát ott volt a párom, és ő nagyon segített. Szeretnék, hogyha lesz még egy baba, és az sem elképzelhetetlen, sose gondoltam, hogy ilyet mondok, képzeld el. Nem most, nem most rögtön. Négy hónapos, igen, még talán az eufória, vagy nem tudom, de tehát vagy ez egy igazi. Ez egy igazi, vagy akár még egy igazi érzés. Egy igazi érzés. Nem, sose gondoltam volna, hogy én nem ugye egy, de kettő, de három gyereket, de ez így... Ha egy üzletbe indul. Tudod, mit szoktak. Olyan gyönyörűek, és ezt el nem tudom képzelni, hogy ha még egy lenne, akkor hogy lenne még máshogy gyönyörű? Mert mind a kettő máshogy gyönyörű, és meg tudod, ez az érzés, hogy jó, megvan, letudtad. De hát ennyi volt, hogy, és akkor nem, akkor még egy, vagy most kész, akkor... Ennyi volt, igen. Hogy van olyan még bennem, hogy nem most, mert Isten ments, mert azért 5 éves projekt ez az egész, hanem lehet, hogy egy 3 év múlva. Meglátjuk, hogy akkor én hogy állok, vagy nyilvánvalóan azért idősebb leszek, tehát akkor már 46 éves leszek. Jó, hát van erre példa, sőt. Van, meg én nem hiszek a korokban, tehát nem hiszek a leírt életkorban, tehát az csak egy jelzésértékű valami. Soha nem éreztem, hogy öreg lennék, tehát hogy kifutnék. Mert nem is vagy. De mondjuk azért 40-43 az már úgy ahhoz képest. 40 voltál, amikor az első született, ugye? És 43. 43 most. Akkor 46 simán, az egy szép számmisztikai. Szerintem is jó lenne. Sor. Szerintem, meglátjuk, de abszolút most úgy érzem, hogy lehet, hogy még az is. Meglátjuk, az először tartsuk életbe az első kettőt. Igen. Hát szuper. Ugye kikísérünk a piac bejáratáig. Jó, köszönöm. Veled is aztán lehet menne még órákat beszélgetni, hallod? Hát éppen csak beültem. Éppen, hogy csak elkezdtük, és tessék, eltelt 30 sok perc. Ennyi. Nagyon szívesen jövök még. Nagyon szívesen viszlek majd még többször, mert hogy egy csomó minden van, és hát nagyon sok sikert ehhez az utópia. Köszönöm. Sorozathoz, köszönöm. Mert azt láttam, hogy elindult, és én arra is kíváncsi vagyok, amikor egyszer egy ilyen lecsupaszított nagyszabású, de lecsupaszított dolgot csinálsz. Jó. Majd. Ez is érdekesen hangzik. Már összeállt különben a jövő évi lecsupaszítottam. Nagyon pőre. Nagyon-nagyon pőre. És az nekem, az engem is izgat. Én láttalak téged mindenféle dolog nélkül énekelni színpadon, és szerintem hihetetlen erő van abban is. Másfajta erő, de erő. Igen, és ráadásul én is elengedem ezeket a kapaszkodókat, mert valahogy ezek azért erős kapaszkodók, és akkor az igazi szabad esés lesz. És az is érdekes. Nagyon jó. Szabad esés. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jó piacozást. Várjál, még segítek neked kipakolni. Ó, a banyatankot. Te
én ugye 99-ben összejöttem egy Szinetárd Dóra nevű... Várjál, hallottam már valahol róla. Igen, mi akkora dolgot... Brangelina Magyarországon. Ezt nem én találtam ki, hanem írtam valamelyik próbásról, és hangosan felröhögtem, mikor... Szirecki, vagy Sziber, vagy nem tudom. Mikorra érezted úgy, hogy mondjuk benned rendeződött, vagy a helyére került ez a dolog? Egy csomó minden még most sem. A buzi, a cigány és a zsidó, az a normál heteroszexuális magyar társadalom szemében egy olyan szitok szó, amit egymásra lehet mondani, attól függetlenül, hogy valaki az-e vagy sem. Az apád előtt nem feltétlenül vállalod ezt föl rögtön. Magaddal szemben is keresed ennek a helyét, pont amiatt, mert úgy érzed, hogy ez negatív, közben te úgy érzed, hogy ez a világ legpozitívabb dolga. Konkrétan megkérdez, hogy kisfiam meleg vagy? Igen, mert akkor igen. Ezzel most megleptél. Miért? Hogy azzal leptél meg, hogy nem nehezen képzeltelek el, hogy mit tudom én, Magyarország egyik legnevesebb hegymászója kvázi kukázik. Azt se szoktam mondogatni, hogy mennyivel szebb halál lenne nekem, mint hegymászónak, hogyha nem a busz csapna el, hanem mit tudom én, ott maradnék egy hegyen. Egyszerűen nem tervezem egyelőre, hogy meghalok. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!